Szevasztok! Szeretnék választ adni a kérdéseitekre. Sokan kérdeztek, hogy miért nem tartok online oktatást, miért nem készülnek videók a prepper tanfolyamokról, miért nincs élő közvetítés. Ez egy kicsit vissza kell menni a múltba, hogy megértsétek a válaszomat. Ugye 80-as években. Akkoriban kezdtem el harcművészeteket gyakorolni. Én a Hernád völgyében éltem, Szikszón, Miskolctól egy ilyen 15-20 kilométerre, és Miskolcra jártam iskolába. Akkoriban kezdtem el harcművészeteket gyakorolni, edzésekre járni, és hát az edzések azok úgy voltak hetente háromszor, hogy este 8 órakor értek véget. Na most a búzatérről indult annak idején a busz. Talán valakinek mond valamit. És hát ment 8 órakor, meg ment 10:50-kor. És hát értelemszerűen a 8 órási buszt azt minden egyes alkalommal lekéstem. És hát amíg nyár volt, addig jó volt. Bandáztunk. Volt, hogy a Kiliánból lesétáltunk, Diósgyőrből lesétáltunk a búzatérre, beszélgettünk, és hamar elrepült az idő, haza kísértük a lányokat, de nagyon jó volt. És aztán jött a tél, az már nem volt annyira jó. Maradtunk egy páran ilyen fanatikusak, vidékiek, kimentünk a búzatérre, ott a parasztmelegedőbe, meghúztuk magunkat, fűtés az nem nagyon volt, testszagad annál inkább. És hát vártuk a buszainkat, az enyém ment a legutoljára, ez a 10:50-es. És hát nagyon sokszor elaludtam, és lekéstem a buszt. És felébredtem 5-10 perccel utána, volt egy fél órával, vagy szóltak, hogy hát mégis meddig akarok ott szunyókálni. És akkor gyalog kellett hazamennem. Felső Zsolcánál akkoriban még voltak tanyák az út mentén, a bevezető út mentén, hármas bevezető út mentén, és hát ott elég vérmes kutyák voltak. Most tudod jól, hogy egy tanyasi kutyát úgy elkerülni nem nagyon lehet, meg elmenni észrevétlenül. Hát ott tanultam meg nagyot, tehát ott nagyot-nagyot tanultam. Nem tudtam, hogy ez bushcraft, vagy prepperkedés, de gyakorlatilag az volt, hogy menj el úgy a tanya mellett, hogy a kutyák ne vegyenek észre. Tehát őzike járással. Ha észrevettek, akkor meg futás volt. Jó, mert volt egy körzet, amit a tanyasi kutyák ugye bevédenek, ha azon túlesel, akkor már úgy nagyon nem üldöznek, de karó, meg bot, meg tégla ott nem nagyon számít. Jó, tehát nagyon sokszor gyalogoltam, és nagyon-nagyon szép időszak volt az életemben. Később is aztán nagyon sokat tanultam mesterektől, mindig az embertől tanultam. Tehát nem nagyon voltak videók, nem voltak filmek, nem volt internet. Én még elmentem egy évben 3-5-ször Firenzébe, hogy a mesterek mesterétől tanuljak, Sihántól, és elmentem egy évben legalább 2-szer a Dosuhoz is, az útőrzőjének hívják. Dosu azt jelenti, az útőrzője. Általában egy van belőle stílusonként. És hát nagyon örülök, hogy tanultam tőlük, ma már ők nem élnek sajnos. De feledhetetlen volt. Vagy a Vladós mit. Hogy így neveket említsek. Ezeket nem lehet pótolni videókkal. Az embertől való emberig zajló tanítást. A videó, a könyv, az online akármi, ez információ. Jó, maradjunk annyiba, hogy ez információ. És itt faragom ezt a botot, van nálam egy kés. És nézed a videót, de nem érzed, hogy milyen itt a hőmérséklet, milyen jó ez a csendesség. Nem tudod azt megtapasztalni, hogy a kés hogyan válja fába, hogyan hasít, hogyan akad meg, nem érzed az illatát,
Jó, tehát maradjunk annyiba, hogy én ebben az életemben online nem nagyon fogok tanítani. Jó, és lesznek majd néha ilyen egy-egy szösszenet. A múltkor is volt ez a tűz körüli beszélgetések, tehát amikor igazán jó a banda, akkor lehet ilyeneket készíteni. Jósi volt itt a múltkor vele, és volt egy jó beszélgetés. Zsolti barátommal. Legutóbb például azért nem készült videó, mert annyira jó volt a csapat, és este 9-kor még itt volt az egész társaság, és meg se fordult a fejembe. Tehát annyira benne voltunk minden percében, annyira ott voltunk a jelenben, hogy nem merült azt fel, hogy az igény, hogy én most ezt kimenjek és megosszam még, nem tudom, 100 emberrel, vagy több ezer emberrel. Azokkal osztottam meg ezt az élményt, akik ott ültek. Azokkal nagyon jó volt. Jó, úgyhogy nézzétek el nekem. Gyertek el, vagy ha nem jöttök el, akkor lehet, hogy nincs dolgunk egymással. Richard Bachnak van egy olyan mondása, hogy minden ember úgy kerül az életedbe, hogy magad vonzottad be őt, és rajtad áll, hogy mit kezdesz vele. Látod a videót, olvasod a cikkeimet, rajtad áll, hogy mivel kezdesz vele. Mégy tovább, megnézel 100 másikat, erre visz az út, arra visz az út, mindig döntünk, mindig kanyarog, minden pillanatban döntéseket hozunk. Ezek soha nem jók vagy rosszak. Csak mindig visznek tovább az úton. Jó? Úgyhogy maradjunk ennyiben. Akinek dolga van velem, az majd találkozik. Akinek nekem kell valami tőle, vagy nekem kell vele találkoznom, nekem kell tőle tanulnom, mert ahogy én itt tanulok. Na. Jó, úgyhogy ennyi erről. Ma már várom a hétvégét, pakolászok. Ezek a mostani képzések többnyire elméleti képzések. Egyrészt nem nagyon ismerem a helyszíneket. Itt nálunk tudják, hogy mivel foglalkozunk, elnézik nekünk. És hát szomszédunk se nagyon van. Most bizonyos dolgokat, nem tudom, hogy néznének ilyen kertes környezetbe, vagy egy-egy városba, hogyha gyakorlunk. Úgyhogy ezek inkább elméleti képzések lesznek. Ülünk, beszélgetünk, megmutatok egy-két dolgot, előveszünk egy-két dolgot, átbeszéljük, leírjuk. Jó, készüljetek a kérdéseitekkel. Tegyen már most tegyétek fel, írjátok fel egy cetlire, hozzátok magatokkal a kis füzetbe. Jó, tehát ott először is beszélgetni fogunk, bemutatkozunk, mindenki elmondja, hogy honnan jött, körülbelül milyen készültséggel fogkal, és mik a kérdései, mire szeretne választ kapni. Tehát természetesen nekem megvan, hogy mit szeretnék mondani, azon túl, hogy megválaszolom a kérdéseidet. Jó, és ezért nem akarok én itt 40-50-100 főt, mert mindenkivel szeretnék személyesen, embertől emberi, így szól még a tanítás, legalábbis az enyém. No, de hogyha bulizni akartok meg valami, akkor most nagyon gondolkodom, mert annyira tetszik nekem az egész dolog, hogy ilyen lelkesek vagytok, hogy bennem is megmozdítottatok dolgokat, majd megnézem a csillagokat, hogy mit mondanak, de ott nem tudom, ott a napforduló környékén esetleg gyújthatnánk egy tüzet, összejöhetnénk, sátorozhatnánk egy jót itt belső Cserhát hegyei között, ha minden igaz, hó is lesz, minden lesz, tehát nagyon vagány lenne. Úgyhogy lehet, hogy csinálunk egy találkozót itt, mondjuk a napfordulóra, és akkor aki akar marad karácsonyozni, főleg aki úgy gondolja, hogy egy kicsit ilyen... Jól van, kicsi. Aki akar itt marad karácsonyra, akkor meg menni kell körbejárni a rokonokat akkor. Jó? Na. Mindenkit áldjon meg az ő jó Istenet.